Idén szeptemberben 351 gyermek 17 csoportban kezdte meg a pedagógiai tanévet Tolnaváros 5 kisded óvójában. Szinte zökkenőmentes volt a legkisebbek beszoktatása, így szeptember végére talán egy-két pityergő gyerköcöt lehet csak látni az óvonénik karjaiban, akik még ismerkednek az új helyzettel. A legtöbb intézményben már teljes a létszám, viszont van olyan óvi, ahol decemberig még várják a harmadik életévüket betöltött kicsik érkezését. Ami a legnagyobb változás az idei év kezdetén, hogy más lett a közétkeztetőnk, az étrend Kft. Látja el az óvodákat az étellel, az uzsonnát, az ebédet és a tízorait is ők biztosítják, az allergéneknek is biztosítják az ételallergiás détes étkezést. Az év elején egyedül a szállítással volt egy kis probléma, ugye Bonyháthoz szállítják az ebédet, de ahogy jeleztük, ez egyből megoldódott, nagyon rugalmasan kezelték, úgyhogy meg vagyunk elégedve az ételekkel, a gyerekek is olyan visszajelzést adnak, hogy ízlik nekik az étel. Az ősz mindig is eseménydús időszak az óvodákban, hiszen ilyenkor rengeteg lehetőség adódik különböző ünnepek megemlékezésére és programok szervezésére. Az ősz folyamán több programmal készülnek az óvodák. Örülünk, hogy most már ez a járvány nincs itt a közelünkben, és óvodai szinten, de a szülőket meghívva is készülnek programokkal. A Selyem óvodában már megtartották a szüreti bált. A rossz idő ellenére nagyon sokan részt vettek, és egy nagyon jó hangulatú szüreti mulatságot tartottak a gyerekeknek, szülőknek az óvodában. Aztán a következő program a Gesztenyéskert óvodában fogják tartani októberben az egészséghetüket. Az ő fő profiljuk az egészséges életmód, és minden ősszel tartanak egy egész hetes programot ezzel kapcsolatban, és az idei évben az egy különlegessége, hogy október 11-én az összes óvodából a nagy csoportosokat egy sportvetélkedőre várják a sportpályára, és ott együtt fognak vetélkedni a gyermekek. Ebben az óvodában, itt az Apraja-fa óvodában a környezettudatosság a fő témakör, ahogy a Pitypangban is. Ők elmennek össze kirándulni a Dunapartra, és az őszi kincsekből fognak készíteni, barkácsolni, és azt kiállítják. A Pitypang óvodában pedig az évek óta már hagyományá vált tök jó hetet és a tök napot fogják megtartani, egy mulatságot a szülők és a gyermekek számára. A népmese napja alkalmából a Zöldkert és az Apraja-fa óvodában is megrendezik a mára már hagyománnyá vált szavaló versenyt. Majd az őszt a Márton napi felvonulással fogják zárni az óvik. Az Zöldkert óvodában, a Gesztenyéskert óvodában és a Selyem óvodában hagyományá vált már a Márton napi felvonulás, a libazsíros kenyérrel való kínálgatás, és itt a Selyem óvodások minden évben meghívják az Apraja-falva óvodát, mert ugye itt nincsen Márton nap, és elég sokan részt szoktak venni rajta. Személyi változások is történtek az intézményekbe. Két új óvodapedagógus kezdte meg a munkáját a Selyem óviba, akiknek könnyen ment a beilleszkedés, a gyerekek is hamar elfogadták őket.